Szia, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy. És továbbra is invitálok arra, hogyha bármilyen apró érdekességet tudsz Pablo Picasso-ról, akkor a videó alatt oszd meg velünk. Vagy legyen kerek egész, ez a Picasso-ról szóló kis sorozat. Az előző videóban már említettem egy hölgyet, Evát, aki második szerelme volt Picasso-nak. Sajnos ezt a szerelmet egy tragédia árnyékolta be, mégpedig Eva korai halála. Ez Picasso műveire is rátette a bélyegét. Letargiába került, és tulajdonképpen egy oroszországi munka rángatta ki ebből a letargiából. Elkezdett dolgozni egy orosz balettnek, és ott ismét megismerkedett egy hölgyel, Olga Koklovával, akivel nagyon nagy szerelem alakult ki, olyannyira, hogy későbbiekben feleségül is vette Olgát, és egy fia is született, Pablo. No, de a szerelmek nem értek ezzel véget. Picasso később megismerkedik egy nála 30 évvel fiatalabb hölgyel, Máriával, és a nő a modellje lesz. Több mint 100 rajza készül Picasso-nak, amit a hölgy Mária ihlet, és amikor meghal a felesége, Olga, akkor megkéri Mária kezét, de akkor a hölgy már nemet mond neki. Aztán később újra szerelmes lesz Dóra nevezetű hölgybe, aki szintén több mint 30 évvel fiatalabb Picasso-nál. Ekkor ebben az időszakában, amikor Dórába lesz szerelmes, felhagy a festéssel és írni kezd. Verseket ír, rengeteg helyesírási hibával, és azt mondja, hogy ez jó úgy, ahogy van, ezeket nem kell kiavítani, hiszen úgy elveszne ezeknek a verseknek az egyediségük. Hát mára ezeket az apró érdekességeket hoztam Picasso-ról, és várlak holnap este is. Köszönöm, hogy velem tartasz. Szia!